Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt ma este. A Mi Atyánk sorozat negyedik témaköréhez érkeztünk. A Mi Atyánknak egy-egy kérelmével foglalkozunk minden alkalommal. Most a következő kérelem áll előttük. Legyen meg a te akaratod. Mit jelent a gyakorlatban? Mi Atyánknak ez a kérelme, legyen meg a te akaratod. Az első kérdést, amit szeretnék felvetni, az, hogy ki által legyen meg az Isten akarata, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Gyakorlatilag az azt jelenti, hogy amikor a Mi Atyánknak ezt a kérelmét mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is, akkor jogos ez a kérdés, hogy ki által legyen meg az Isten akarata itt a földön. Mert fenn a mennyben az angyalok, az Istenhez hű maradt más bolygók lakói, azok tökéletesen teljesítik az Isten akaratát. Azonban ki által valósulhat meg, vagy valósuljon meg az Isten akarata itt a földön? Természetes azáltal, aki imádkozza. Ha önök és én imádkozzuk a Mi Atyánkot, akkor gyakorlatilag Istennek azt mondjuk, hogy amiképpen az angyalok és a hozzád hű maradt teremtmények, más bolygók lakói tökéletesen teljesítik az Isten akaratát fenn a mennyben, ugyanúgy én, aki imádkozom a Mi Atyánkot, én is kész vagyok teljesíteni a te akaratod, Atyám, itt a földön. Nem tudom, kedves jelenlevők, gondoltunk mi valamikor erre? Gondoltunk arra, hogy mi, akik imádkozzuk a Mi Atyánkot, és kimondjuk bármelyik kérelmét a Mi Atyánknak, bármelyik kijelentését a Mi Atyánknak, hogy mi nem csak mondjuk, hanem mi résztvevők vagyunk a Mi Atyánk elveinek megvalósításában. Ez az, ami nagyon fontos, és amit tudnunk kell, hogy a Mi Atyánkot nem elegendő elimádkozni, a Mi Atyánk szerint élni kell. Ennél a kérelemnél is, amikor azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is, akkor gyakorlatilag azt mondjuk a mindenható Istennek, hogy Istenem, én, mint bűnös gyarló ember, én kész vagyok teljesíteni a te akaratodat, segíts meg engem, bűnös gyarló gyermekedet, hogy megvalósítsam itt a földön azokat a mennyei elveket, amelyeket a Szentírásban találunk. Tehát ez a nagyon fontos része a Mi Atyánk kérelmének, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Ha olvassuk a Szentírást, akkor világosan látjuk azt, hogy a mennyben minden teremtmény teljesíti Isten akaratát. Ha fellapozzuk Ésaiás próféta könyvének 6. részét, akkor azt olvassuk, azt látjuk leírva, egy látomás lát, Ésaiás próféta látja az Isten trónusát, és az angyalok ott vannak az Isten trónusa előtt, és azt mondják, szent, szent, szent a seregeknek ura. Tehát dicsérik, magasztalják a mindenható Isten nevét. Engedelmeskednek Isten minden parancsának. Épp ezért, mivel az Isten angyalai és a más bolygók lakói teljesítik az Isten akaratát, Isten azt várja el tőlünk, hogy amikor mondjuk a Mi Atyánknak ezt a kérelmét, akkor mi is gyakoroljuk ezt a kérelmet, vagyis valósítsuk meg Isten akaratát itt a földön. Sőt, arra is oda kell figyelnünk, hogy mi nekünk nincs kellő erőnk megvalósítani az Isten akaratát. Ezért kérjük Istent, Istenem, segíts meg, hogy a te akaratodat gyakoroljam itt a földi életemben úgy, ahogy gyakorolják a te akaratodat fenn a mennyben a mennyei angyalok. Isten készségesen segít, hogy cselekedjük az ő akaratát itt a földön. Azonban miután foglalkoztunk azzal, hogy kik teljesítsék az Isten akaratát úgy a mennyben, mint a földön, vessük fel a következő kérdést.
hol található az Isten akarata? Más szóval, mi az Isten akarata? Természetes, hogyha legtágabb értelemben óhajtjuk megfogalmazni, akkor a Szentírásban van kinyilatkoztatva az Isten akarata. Az első laptól az utolsó lapig ott vannak az isteni elvek kinyilatkoztatva, elénk tárva, hogy mi az Isten akarata is nekünk, gyarló embereknek hogyan kell élnünk. Szűkebb értelemben az Isten újjával írt 10 parancsolatban található az Isten akarata. Isten elmondja azt, ne legyenek néked idegen Istenéd én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet. Ne imádd azokat. Elmondja azt is, hogy Istenek nevét hiába fel ne vegyük. Elmondja azt is, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljél azt. Tiszteld atyadat és anyádat, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tégy hamis tanúbizonyságot fele barátod ellen, és a 10. ne kívánd a te fele barátodnak se házát, se szolgáját, se feleségét, se jövevényét, egy szóval senkit, aki vagy ami a te fele barátodé. Itt találjuk az Isten akaratát. Tehát az egész Szentírásban, szűkebb értelemben pedig magában a 10 parancsolatban. Azonban miután láttuk azt, hogy a Szentírásban, szűkebb értelemben pedig a 10 parancsolatban találjuk az Isten akaratát, akkor most az Isten akaratának cselekvésével kapcsolatban lapozzuk fel Zsidókhoz írt levél 10. rész 36. versét. Az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Mire szólít fel bennünket Isten? Egyszerűen Isten azt mondja az ige által, hogy az ő akaratát cselekednünk kell. Nem mondani, hogy Istenem, szeretlek téged. Nem csak imádkozni a mindenható Istenhez. Ez helyes. De a mi atyának ebben a kérelmében azt látjuk, hogy itt cselekvésről van szó. És végsősorban nem csak ebben a kérelemben, hanem a mi atyán minden kérelmét cselekednünk kell. És tessék megfigyelni a sorrendet. Az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Kik nyerik el az Isten ígéretét az örök élettel, az örök jutalommal kapcsolatban? Akik cselekszik az Isten akaratát. Jézus Krisztus egy helyen azt mondja, nem minden, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyámnak akaratát. Azonban ejtsünk szót arról, hogy mi nem az Isten akarata. Nagyon merev példákat hozok, hogy minél könnyebben megérthessük azt, hogy mi nem az Isten akarata. Például szeretném megtudni, hogy mi az Isten akarata. Istenem, ha azt akarod, hogy én hónap elmenjek ide és ide, akkor én ma este oda teszem a világcserepet az ablaknak a jobb sarkába, és ha te akaratod, hogy én holnap elmenjek arra meghatározott helyre, akkor add, hogy reggel a világcserép az ablaknak a bal sarkába legyen. Nem ez az Isten akarata. Ne így kérjük az Isten akaratát. Sőt, ne tegyük azt sem, amit egyik, vagyis aki volt Isten prófétája, Bálám, jöttek hozzá Bálák, pogány királynak a követei, sok ajándékkal, és azt mondták, jöjj el, átkozz meg az Izraelt. És azt mondta Bálám próféta, nem tudom, majd elmegyek, megkérdezem az Urat, megkérdezem Isten. Este imádkozott, és Isten eljött hozzá, és azt mondta, hogy ne menj el, ne átkozz meg. Másnap reggel közölte a követekkel, a király, Bálák király követeivel, hogy Isten nem engedi, hogy elmenjek. Én elmennék, de azt mondta, hogy ne menjek, én szót fogadok az Istennek. Elmentek haza a követek, elmondták a királynak a próféta üzenetét, az pedig még előkelőbb embereket választott. Még több ajándékot küldött neki, és újból jöttek. És azt mondták, gyere el, jöjj el, és átkozz meg Izraelt. Azt mondta Bálám proféta, jó, először elmegyek, és megkérdezem az Istent, hogy elmenjek-e vagy nem.
Újból imádkozott Istenhez, azért, amit már Isten világosan megmondott neki, hogy ne tegyen. De ő, mivel látta a sok ajándékot, késztette arra az ajándék, hogy az az övé legyen, hogy újból imádkozzon Istenhez, és imádkozott is Istenhez. És akkor Isten azt mondta, ha akarsz, akkor menj. Másnap reggel megnyergette a szamarát és elment. Hát kérdezem, Isten megváltoztatta a szavát? Nem. Isten látta azt, a próféta imádság az egy üres képmutatás. Ő így is úgy is el fog menni, akármit mond Isten. Ezzel azt szeretném hangsúlyozni, és ezzel a példával azt bemutatni, vagyis azt lássuk meg ebből a példából, hogy amikor Isten valamit mond a Szentírásban, hogy ezt így kell tenni, akkor ne imádkozzunk még egyszer, hogy Uram, valóban úgy kell tenni? Amikor Isten azt mondja, hogy Istennek nevét hiába felnevehet, akkor mi nem mondjuk Istennek azt, hogy Uram, azért szabad káromkodni? Tehát Isten, amikor egyszer valamiről kijelentést tesz, akkor az legyen mérvadó. Tehát akkor nyomatékosan szeretném hangsúlyozni, hogy az Isten akaratát a Szentírásban, a Bibliában találjuk meg. Azonban vessük fel újból a kérdést, mi az Isten akarata? Mit szeretne velünk elérni? Amikor Jézus Krisztus tanít bennünket erre az imádságra, hogy legyen meg a te akaratod, akkor Jézus Krisztusnak megvan a meghatározott célja. Mi az Isten akarata? Így olvassuk Tesalonika belekhez írott első levél 4. rész 3. versében. Mert ez az Isten akarata, a ti szenté létetek. Másján a Szentírásban azt találjuk feljegyezve, legyetek szentek, miképpen én is szent vagyok. Erre a szent szóra szeretném tenni ma este a hangsúlyt. Mit is jelent a valóságban ez a szent? Sajnos a keresztény köztudatban téves kép van a szent szóról. Szent kép. Van egy kőr, ráfestett személynek a feje körül, és ez szent kép. A bibliai szóhasználatban a szentnek egészen más a jelentése. Veszek az életből számos példát. Ez az ember zenének szentelte magát. Ott van a szentelte? Igen. Ez az ember festészetnek, ez az ember az irodalomnak szentelte magát. Arra különítette el. Tehát amikor olvassuk a Szentírásból ezt a kijelentést, mert ez az Isten akarata, a ti szenté létetek, akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mi teljesen Isten oldalára álljunk. Ne tibláboljunk. Egy keresztény ember nem lehet két kulacsos. Nem lehet úgy, hogy egy kicsit szolgál Istennek is, meg egy kicsit a bűnnek is, a rossznak is, a sátánnak is, embereknek is. Hanem teljesen Isten oldalára álljunk. Ez gyakorlatilag az Isten akarata. Amikor az ember mást akar, mint amit Isten, ahogy Bálám esetében is láttuk, az az ember nem teljesíti az Isten akaratát. A saját akaratunkkal kell megküzdenünk, és ez a legnehezebb. Könnyű ellátni a másik ember tanáccsal, csak azokat a tanácsokat nagyon nehéz nekünk megvalósítani. És ezért nem a külső ellenség, ami legnagyobb ellenségünk, hanem a belső ellenség, a mi akaratunk. Ezért a mi akaratunkkal kell megküzdenünk. Minden vallás ennek a diszharmóniának a megszüntetésére törekszik. Ezért szeretném az akarattal kapcsolatos kijelentéseket nagyon részletesen bemutatni önöknek. Több akarat állásfoglalást szeretnék hozni különböző elméletekből. És utána látni fogjuk, mit mond a Bibliában Isten az akaratának gyakorlásáról. Például a keleti vallások tanításában többek között ezt találjuk. Az akarat annyira megromlott, hogy azt meg kell semmisíteni. Vannak keleti vallások,
akik egyszerűen ezen az állásfoglaláson vannak, az akarat rossz, meg van romulva. Akarat az akadálya mindennek, hogy mi nem tudunk győzedelmes életet élni, ez itt az akaratot meg kell semmisíteni. Másik dolog, a meditálással az értelmet kell erősíteni, az akaratról pedig teljesen le kell mondani. Tehát meditáljunk, az értelem a fontos. Az értelmünk erős, akkor az akaratot ki tudjuk nyírni, meg tudjuk semmisíteni, arra nincs szükség. Harmadik hozzáállás, azért van olyan sok baj a világon, mert az ember nem tudja magát megüresíteni az akaratától. Tehát, ha nekünk volna erőnk valamiféleképpen megszabadulni a mi akaratunktól, ó, akkor minden rendben lenne. Minden rossznak gyökere a mi akaratunk. És ha sikerül akaratunkat megsemmisíteni magunkban, ó, akkor minden rendben lesz, akkor mindenben győzedelmeskedünk, akkor minden helyén fog lenni. Ez kell nekünk. Tehát az akaratunkat meg kell erősíteni. Tanítják egyes keleti vallások. Azonban hadd hozzak ide vonatkozóan más dolgokat. Mondjon le arról, hogy létezik. Ha lemondok, hogy én létezek, tehát én semmi vagyok, akkor célba értem. Ha ezt eléri valaki, akkor a nirvánába, a nem létezésbe kerül. Ez a végcélje egyes keleti vallásoknak. A nirvána a végcél. Azonban a keleti vallások szerint az akaratot teljesen meg kell semmisíteni. Itt szeretném különösen hangsúlyozni azt, hogy ez mennyire jelen van nagyon sok ember közfelfogásában. Küzdeni az akarattal, és végérvényesen megsemmisíteni. És vegyünk egy másfajta tanítást, egy egészen másfajta tanítást, és nézzük meg, hogy milyen elemekből tevődik össze. Nem az akarattal van a probléma, hanem az értelemmel. Ez a filozófikus megfogalmazás és állásfoglalás tanítás egészen pont a fordítottját magyarázza. Az első, amit láttuk, hogy az értelmet kell erősíteni, az akaratot megsemmisíteni. Ez a második állásfoglalás irányzat azt mutatja be, hogy az akarattal van a probléma. Nem az értelem, az értelem az helyén van, hanem az akarattal kell nekünk valamiféleképpen megküzdeni. Nem baj, ha nincsen meggyőződésem. Nem baj, ha nem is értem. Értem azt, amit kell tennem. Az a fontos, hogy én akarjam cselekedni azt. Hogy a számomra világos, vagy nem világos, számomra érthető, vagy érthetetlen, ez tökéletesen mindegy. Az a fontos, hogy én akarjam cselekedni azt, amit elém tárnak. Tehát egy szóval, elég, ha akarom a jót. Számomra nem világos, de én akarom a jót, akkor minden rendben van. A fő dolog az, hogy akarjak. Ez nem helyes, mégis mindinkább terjed. Én akarom, és ha én akarom, akkor mindent elérek az életben. Állítják sokan. Azonban menjünk tovább. Harmadik értelmezés, harmadik hozzáállás az akarat kérdéséhez így hangzik. Az értelmet is, és az akaratot is meg kell semmisíteni. Tehát, rossz az értelem, az értelemmel nem tudunk megküzdeni, ezért ezt meg kell semmisíteni. Az akarat megvan erősödve, megvan romolva, és ezért meg kell semmisíteni. Egy-két dolgot hadd említsek meg ezzel kapcsolatban, el kell fogadnom, amit felettesen mond. Akár értem, akár nem értem, nem az a fontos, hogy én értsem, vagy nem értem, hanem egyszerűen felettesemnek kijelentését el kell fogadnom. Más szóval, rabszolga módon kell megalázkodnom, és teljesítenem az Isten akaratát. Akaratomat összhangba kell hoznom felettesem akaratával. Más szóval, alá kell rendelnem az én akaratomat felettesem akaratának.
Nem tudom, hogy mi a jó és mi a rossz, és ezzel nekem nem is kell foglalkoznom. Legyek én igazi rabszolga. Legyek én gályarab. A gazda azt mondja, hogy gyorsabban kell evezni, akkor nekem nem kell azon töprengenem, hogy az helyes vagy nem helyes, hogy kell, mint kell, egyszerűen teljesítenem kell. Tehát akaratomat és értelmet teljesen össze kell törnöm. Se egyikre, se másikra nincsen szükségem. Úgy kell gondolkodnom, ahogy felettesem gondolkodik. Soha nem felejtem el, mikor hadsereget szolgáltam, fiatal katona voltam, és a kaszárnyában volt egy nagy kőrakás. Sőt, a tiszt és azt mondta, fogjátok meg ezeket a köveket, a kaszárnyának a másik felére vigyétek el. Nem volt mit mondani. Egyszerűen, amit a felettes mondott, azt végrehajtottuk. Másnap reggel jött a tiszt, és azt mondta, hogy a kaszárnya másik feléből az eredeti helyére vissza kell hordani a köveket. Mivel katona voltam, alárendelt személy voltam, és a többiek is, egyszerűen minden kérdezés nélkül végrehajtottuk felettesünk akaratát. Sajnos nagyon sok ember ezt várja el beosztottjaitól, és sajnos nagyon sok beosztottnak nincs joga még saját eszével gondolkodni sem. Tehát ez az irányzat, ez a harmadik irányzat, azt áll elénk, mindkettőt meg kell semmisíteni. Az a fontos, amit a hatalom a felettes akar. Tehát azt jelenti, hogy meg kell fosztatni magunkat szabad akaratunktól, saját ítélőképességünktől, és alá kell rendelni magunkat mindannak, amit a mi felettesünk mond. Azonban látjuk azt, hogy Isten ezt nem várja el tőlünk. Ez nem helyes irányzat. A Biblia legelső lapjától a legutolsó lapjáig Isten mindig tiszteletben tartja az ember szabad akaratát. Édenben választás elé állította ő szüleinket. Kaint, amikor tervezte testvére Ábel meggyilkolását, választás elé állította. Mózes 5. könyvének a 30. részében, 19. versben Isten azt mondja, előtt beadtam az életet és a halált. Választ azért az életet, hogy élhess, mint te, mint a te gyermeket. Jézus Krisztus lejött a földre, és azt mondja, szoros az a kapu, keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. De tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Hány utat tett Jézus Krisztus is elénk? Kettőt. És ezzel mit tár elénk? Azzal, hogy elénk tette a jót és a rosszat, az áldást és az átkot, az életet és a halált. A döntést ránk bízta. Tiszteletben tartja Isten a szabad akaratunkat. Messze menően. Ezért most induljunk el más irányba. Induljunk el a helyes irányba. Miután foglalkoztunk különböző téves elméletekkel, az akaratot illetően három különböző megfogalmazást tártam fel. Láttuk azt, hogy az egyik helyen meg kell semmisíteni az akaratot, másik helyen meg kell semmisíteni az értelmet, a harmadik irányzatnál pedig mind a kettőt meg kell semmisíteni. A Bibliában Isten azt tanítja, hogy egyiket se kell megsemmisíteni. Ezért most lapozzuk fel a Szentírást, hogy mi az Isten terve az akarattal kapcsolatban. Isten a teremtéskor az értelem alá helyezte az akaratot. Ez egy csodálatos felismerés a Szentírásból. Jézus Krisztus lejött a földre, ugyanezt taglalja velünk, ugyanezt tárja elénk. Jézus Krisztus, ahogy az előbb említettem, két utat tett elénk. Azonban Jézus Krisztus arra tanít bennünket, hogy a keresztény embernek először értenie kell, hogy mi az igazság, vagyis el kell jutnia oda, hogy különbséget tudjon tenni az igazság és a hamisság között, és amikor megkülönböztette az igazságot a hamisságtól, tehát ismeri, mi a jó,
mi az Isten akarata, és ismeri, mi a rossz, mi az ember, mi a sátán akarata. Akkor az ember saját maga dönt, tesz különbséget a kettő között, és itt jelentkezik az akarata. Az ember szabad akaratból dönti el, hogy melyik a jó, és melyik a rossz. Sajnos a bűn ezt a sorrendet, hogy értelem és akarat teljesen felbontotta. Teljesen megrontotta, felborította. Az ember értelme meggyengült. Az embereknek ma is az a nagy problémájuk, hogy nem tudnak különbséget tenni a jó és a rossz között. Ennek az egyik oka az, hogy nem ismerik az Isten igazságát. Mert ha ismernék az Isten igazságát, ha ismernék a Szentírás tanítását, akkor sokkal könnyebben különbséget tennének a jó és a rossz között. Ezért, mivel nem tudnak különbséget tenni, sok ember mondja a következőt. Mindegy, hogy szolgálok Istennek, csak valahogy szolgáljak. A Bibliában ezt nem találjuk meg. Isten megadta a Szentírásban a világos kijelentést, hogy mi az Isten akarata. Ezért is tetszenek emlékezni rá, a bevezetőben hoztam, hogy legszélesebb értelemben az Isten akarata a Szentírásban található, a legszűkebb értelemben pedig a 10 parancsolatban. És hogy ez mennyire így van, és Jézus Krisztus mennyire így tanít bennünket, egyik alkalommal odament egy fiatal ember Jézus Krisztushoz, és azt kérdezte tőle: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek, hogy örök életet nyerjek? Jézus Krisztusnak egyértelmű a válasz, azt mondja, tartsd meg a parancsolatokat. Élj Isten 10 parancsolata szerint. Ez az örök életnek az útja. Sajnos a bűn következtében az akarat kormányozhatatlanná válik, és ezért meg kell vívnunk saját akaratunkkal. Isten azért küldte el az ő fiát, Jézus Krisztust, hogy ezt a megújítást, ezt a helyreállítást elvégezze, hogy az értelmünkkel különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között, és amikor megértettük, hogy mi az igazság, akkor nekünk lesz értelmi képességünk Istentől kapott Szentlélek Isten segítségével. Képesek leszünk megkülönböztetni a jót a rossztól. Így olvassuk Róma beliekhez írott levél 12. rész 2. versében. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Itt találunk egy csodálatos sorrendet. Az első, látjuk, hogy milyen csodálatosan tanít bennünket Isten a Szentírásban, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által. Felteszek, kedves jelenlevők, egy kérdést. Vajon az igazi keresztény vallás az az érzelem vallása, vagy az értelem vallása? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit válaszolunk erre a kérdésre magunkban. Tehát az igazi keresztény vallás az az értelem vallása, vagy az érzelem vallása? Máté evangéliumból szeretném fejből felidézni Jézus Krisztusnak kijelentését a 28. rész 20. verséből. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Amikor a bibliai felnőtt keresztségről beszél Jézus Krisztus, akkor azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik. Tehát az, aki meg van tanítva, az, aki különbséget tud tenni a jó és a rossz között, az hisz vagy nem hisz. Maga dönti el, szabad akaratból, és csak amikor elhatározza, hogy én elfogadom mindazt, ami a Szentírásban van, akkor hozza meg a döntést és keresztelkedik meg. Itt tehát visszatérek az igéhez, ami előttünk van.
változzatok el a ti elmétek megújulása által. És ezután, amikor itt az értelemben megtörténik a változás, akkor mit mond? Hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Hangzik a mi atyánknak kérelme. Nézzük tovább a Biblia szerint. Róma beliekhez írott levél 7. rész 18. versét olvasom. Az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Ez az egyik legnagyobb problémája minden embernek. Amikor hallgatja az Isten tanítását, az Isten igéjének tanítását, amikor odahaza olvassuk a Szentírást, akkor a Szentlélek felébreszti bennünk a vágyat, hogy mi cselekedjük az Isten akaratát. Tehát belülről meghoztam az elhatározást. Megértettem, vágyat ébresztett bennem a Szentlélek Isten, hogy cselekedjem az Isten akaratát. Pál apostollal is ugyanezt történt. Minden keresztény emberrel, amikor kezdi megérteni az Isten igazságát, és elhatározza, hogy Isten útján indul el, akkor ez történik meg, mint ő vele is Pállal, az akarás megvan bennem. De nem is tudom, hogy hogy kezdjem el. Filippi 2.13. Isten az, aki munkálja bennem mind az akarást, mind a cselekvést. Amikor az akarás küzdelmével vagyok, amikor még akarni se nincs erőm, akkor azt mondja a Szentírásban Pál apostol saját tapasztalatát közli velünk, hogy az Isten munkálja bennük, Isten erősíti bennem az akarást, és amikor kérem Istent, hogy erősítse meg bennem a jó utáni vágyat, és adjon nekem erőt, hogy ne csak vágy legyen bennem, hanem éljen bennem az Isten akaratának a cselekvése is. Istenem, adjál erőt, hogy ne csak értelmemmel fogadjam el az igazságot, hanem adjál erőt, hogy az akaratom alárendelt legyen az én értelmemnek. De most következik a harmadik, a cselekvés. És adjál erőt, hogy én úgy is éljek. A Bibliában Isten világosan tanítja, hogy egyiket sem kell megsemmisíteni. Sem az akaratot, sem az értelmet. Hanem kérni Istent, hogy Istenem, adjál erőt, hogy véghez vigyem, megvalósítsam a te akaratodat. Természetes, kedves jelenlevők, senkinek nincs saját ereje Isten akarata gyakorlásához. Miért? Azért, mert mindannyian bűntől átitatott porok vagyunk. Mindannyian bűnös, gyarló emberek vagyunk. Születésünktől fogva megszoktuk a rosszat. Könnyebb rosszat tenni, mint jót. Sőt, nem is kell erőfeszítés ahhoz, hogy tegyük a rosszat. Az, ami természetünknek része, amikor a jót akarjuk megvívni, akkor gyakorlatilag a jó cselekvéséhez, a jónak a gyakorlásához Isten segítsége kell. Ezért, kedves hallgatók, arra szeretném önöket bátorítani, hogy minden reggel imában kérjük Isten segítségét. Mondjuk el neki, Istenem, segíts meg, Istenem, add meg, add meg, hogy a te akaratodat tudjuk teljesíteni. Küld szent lelkedet, áldjál meg, és vezéreljél, hogy én naponta helyes döntéseket tudjak hozni. Itt látunk magunk előtt három oszlopot, római 1-es, 2-es és 3-as. A Szentírás szerint melyik áll az első helyen? Római 1-es, értelem, akarat, érzelem. Római 2-es, akarat, értelem, érzelem. Római 3-as, érzelem, akarat, értelem. Melyik a helyes, melyik a bibliai sorrend? A római 1-es,
ahol az értelem akarat érzelem, vagy a római kettes, ahol az akarat értelem érzelem, vagy pedig a harmadik érzelem akarat értelem. Szeretném hangsúlyozni, kedves jelenlevők, hogy mind a háromnak megvan a szerepe a Jézus Krisztus lábnyomába járáshoz. Ott van az értelem, annak is megvan a maga helye, az akaratnak is megvan a maga helye, és az érzelemnek maga helye. Ugyanakkor, ha az akaratot tesszük az első helyre, és utána jön az értelem és az érzelem, tehát itt is megvan, a római háromasnál is, megvan az érzelemnek, az áll az első helyen, majd jön az akarat, és utána az értelem. Azon a Biblia szerint melyik a helyes sorrend? Amikor az értelem áll az első helyen, vagy amikor az akarat áll az első helyen, vagy amikor az érzelem áll az első helyen. A Biblia szerint az első helyen az értelem kell, hogy álljon. Isten erre tanít bennünket, Jézus Krisztus utal erre, hogy tanítsuk meg az embereket. Hogy az emberek tudják meg, értsék meg, győződjenek meg arról, hogy mi az igazság. Utána kérjenek erőt Istentől, hogy akarják a jót, és az érzelem, mi az érzelem? Az érzelmet így tudom megfogalmazni, hogy a szeretet. A szeretetnek megvan a nagyon fontos szerepe. De a szeretet nem lehet az első helyen. Nem lehet az, hogy én szeretem azt, amit nem is hiszek. Szeretem azt, amit nem is tudok. Egyszer egy ember azt kérdezte tőlem, hogy vakon kell-e hinni. Nem kell vakon hinni. Isten kellő bizonyítékot adott az ő létezéséről, az ő akaratáról a Szentírásban, és nekünk először értelmünkkel kell meggyőződnünk, hogy mi az igazság, és amikor megértettük, hogy mi az igazság, akkor tudjuk cselekedni tovább az ő akaratát. Ezért az első római egyes szám alatt található ez a helyes értelem, akarat, érzelem. Megértettem az Isten igazságát, én akarom cselekedni az igazságát, az Isten igazságát, és az érzelem, én szeretem az Istent, én hiszem az Isten igazságát, és azért, mert hiszem és szeretem az Istent, ezért engedelmeskedem neki. Akinek odaszánjuk magunkat, annak vagyunk a szolgái. Ez egy törvényszerűség. Ez egy, hadd mondjam, egy óriási küzdelem. Romabelekhez írott levél 6 rész 16. versében ez áll. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek? Vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazsága. Kedves ellenlevők, mi döntjük el, szabad akaratunk van, akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre. Igaz, nincs 66 féle választásunk, lehetőségünk a választásra, sőt, még 10 lehetőség se nincs, hogy 10 különböző dolog között válasszunk, sőt, 5 sem, mindössze 2. Vagy az engedelmességet választjuk, vagy az engedetlenséget. Nem választhatjuk mind a kettőt, mert a kettő, az igazság és a hamisság, az engedelmesség és az engedetlenség ellentétes irányba megy. Mi vagy engedelmeskedünk Istennek, vagy engedetlenek vagyunk Istennek, és engedelmeskedünk a sátának. E két lehetőség van. De milyen nagy öröm, milyen nagy boldogság és boldog tudat az, hogy ezt mi hozzuk meg. Ez a mi döntésünk. Mert azt olvassuk, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok a szolgái, akinek engedelmeskedtek. Vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. Vagy a bűnnek, vagy az igazságnak. Vagy Istennek, vagy a sátánnak szolgálunk. Tehát ezt látjuk, hogy ezt mi döntjük el. Hogy ez miért van így. Egy csodálatos felfedezést hadd mondjak el. Az értelem hat az akaratra,
és Isten segítségével legyőzi azt. Hogyan teremtett meg bennünket Isten? Mit helyezett legfelől a mi testünkben? A mi elménket, az agyunkat, a fejünknek a legfelső részébe helyezte el. Az értelmünknek, tehát az elménknek, az agyunknak alá van rendelve a szem, a fül, az orr, a száj, a kéz, a láb és minden. Isten tanít bennünket. Minden az értelemnek kell, hogy legyen aláhelyezve. Erre tanít Isten a Szentírásban. Ez az egyetlen helyes állásfoglalás, helyes Isten iránti viszony. Ha az értelmünk alá van rendelve az akaratunk, akkor teljesítjük a mi atyánknak ezt a kérelmét, add meg nékünk, hogy mi cselekedjük mit. Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Ha mi akaratunk, a mi értelmünk alá van helyezve, ahogy az Isten eredetében, Édenkertben, amikor megteremtette ő szüleinket, helyreállította, vagyis helyesen indította el, akkor ez gyakorlatilag győzelemre vezet bennünket. Ez vezet el, ez az állásfoglalás, hogy először van az értelem, utána az akarat, és amikor akarjuk a jót, szeretjük az Istent, hiszünk benne, akkor Isten erőt ad ahhoz, hogy mi igazi keresztény életet éljünk. Mit akar tehát gyakorlatilag az Isten? Sok ember azt mondja, hogy ahogy Isten akarja, én úgy fogom tenni. Timóteushoz írt első levél második részének a negyedik versében ez áll. Istenről van szó, és azt mondja, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Mit akar az Isten? Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Kedves ellenlevők, és üdvözülni fog minden ember? Isten országának örököse lesz mindenki, aki csak élt és él és élni fog a földön? Sajnos azt látjuk, hogy nem. És miért nem? Azért, mert Isten akarja, hogy minden ember üdvözüljön, csak az emberek nagy része nem azt akarja, amit Isten akar, hanem ő a saját választotta úton indul el. Mit akarunk mi? Akarjuk-e azt, amit imádkozunk, legyen meg a te akaratod miképpen a mennyben, úgy a földön is, vagy saját választotta útunkon járunk? A Szentírásban, így Timóteushoz írt első levél, második rész, negyedik versében egyértelműen elénk tárja Isten, hogy ő azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön. Kivétel nélkül. De látjuk, hogy ez nem valósul meg, mert az ember nem akarja azt. Az emberek többsége nem akarja azt, amit Isten akar. Van egy nagy kérdés. Akarjuk-e azt, amit Isten akar? Ha igen, akkor mondjuk el, ne szokásból, hanem hitből, hittel, tegyünk egy ígéretet szinte Istennek, a mi atyánk kérelménél, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. A Biblia szerint azt teszi az embert Jézus követőjévé, ha értelmével keresi az igazságot, és amit megért, azt elfogadja és gyakorolja. Tehát akkor Biblia szerint élni mit jelent? Azt jelenti, hogy én keresem az igazságot. Én kutatom, de hol keresem az igazságot? Keresem az Isten akaratát, de hol található az Isten akarata? Hogy is említettük, hogy is olvastuk? Az egész Szentírásban Isten közli az ő akaratát. A 10 parancsolat legszűkebb formában tárja elénk, legkivonatosabb formában tárja elénk az Isten akaratát. És hogyha mi megértjük, mi az Isten akarata, és mi úgy döntünk, úgy akarjuk, hogy elfogadjuk, elhisszük, és ha mi elhittük az Isten akaratát, akkor gyakorolni fogjuk. Ennek a fordítottját is szeretném elmondani. Ha valaki azt mondja, hogy szereti az Istent, de nem él a Szentírás tanítása szerint, az azt jelenti,
hogy nem hitte el azt, amit Isten mondott, nem fogadta el az Isten akaratát, ami a Szentírásban ki van nyilatkoztatva, lehet, hogy az az oka, hogy nem értette meg. De valahol valami gát van. Hadd nézzünk meg még néhány igét, amit Jézus Isten akaratának cselekvéséről tanít. Vagyis, mit tanít Jézus Isten akaratának cselekvéséről? Máté evangéliumának a 7. részében, 21. versben ezt olvassuk. Nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megy ebbe a menyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Mit tár elég? Miről beszél Jézus Krisztus? Azt mondja, hogy nem elég elimádkozni a mi atyánkot. Sem ezt a kérelmet elmondani benne, hogy legyen meg a te akaratod. Nem elég azt mondani, Uram, Uram, mert aki csak mondja, hogy Uram, Uram, az nem megy be menyeknek országába. De Jézus Krisztus világosan elénk tárja, ki az, aki be fog menni az Isten országába. Aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát. Tehát akkor próbáljuk felsorolni a sorrendet. Először megértem, mi az Isten igazsága. Utána, amikor megértettem, hogy mi az Isten igazsága, akkor eldöntöm, hogy elhiszem vagy nem hiszem, és ha úgy döntöm, hogy elfogadom az Isten igazságát, elhiszem, akkor az akaratom az értelmem alá kerül, és azt mondom Istenemnek. Istenem, én most már megértettem a te akaratodat, el is hittem a te akaratodat, most adjál erőt, hogy én cselekedjem a te akaratodat. Még egy kijelentés Máté 15:50-ből. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám. Az első előadásban foglalkoztunk mi atyánknak első néhány szavával. Legelőször azt említettük meg, hogy mi atyánk. És akkor felvetettük a kérdést, joggal mondhatja minden ember azt, hogy az ő atya az Isten? Tessék megfigyelni Jézus Krisztusnak ezt a kijelentését, és ennek a kijelentésnek a fényében meghatározni azt, hogy ki nevezheti joggal a mindenható Istent atyának. Aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám. Ki csoda? Ki Jézus testvére? Mert ugye mi atyánk, ezt mondta Jézus Krisztus először. És Jézus Krisztus, amikor kimondta azt, hogy mi atyánk, akkor ezzel azonosította magát velünk emberekkel, azokkal az emberekkel, akik készek cselekedni az Isten akaratát. Mert azt mondja, hogy ő neki az ő fitestvére és nőtestvére, anyja, apja, az az ember, aki cselekszi az Istennek az akaratát. Péter apostol első levelé, 4. rész, 2. versét olvasom, hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem az Isten akarata szerint éljetek a testben hátra levő időt. Kedves ellenlevők, hatalmas horderejű ez a kijelentés. Többé ne embereknek kívánságai, hanem az Isten akarata szerint éljetek. Ez azt jelenti, vagy ez azt jelentheti, hogy valóban az emberek nagy része emberek kívánságai szerint élnek, és nem Isten akarata szerint? Sajnos igen. Hajlamosak vagyunk emberek azt kérdezni, hogy mit szól a szomszéd, mit szól a rokon, mit szólnak a szülők, mit szólnak az ismerősök, mit szólnak baráti kör, ha én ezt is ezt megteszem. De hányszor teszik fel az emberek a kérdést, de mit szól Isten? Nagyon különös, hogy mi emberek hajlamosak vagyunk inkább emberekre nézni, mint a mindenható Istenre. És azért sorsdöntő ez a felhívás Péter apostol első leveléből, a 4. rész 2. verséből,
hogy többé ne embereknek kívánságai szerint éljetek. Ne az emberek kívánságai cselekedjétek meg. Ne emberek tanítását gyakoroljátok a ti keresztény életetekben. Hanem mit? Az Isten akarata szerint éljetek. A testben hátlevő időben. Mélyen meg vagyok győződve, hogy ez a legfontosabb döntés mindannyiunk számára. Szívem mélyéből kívánom, hogy Isten segítsen meg bennünket, és adjon erőt, hogy nekünk legyen erőnk cselekedni az Isten akaratát. Ezért hadd vessek fel egy kérdést. Készek vagyunk-e akaratunkat alárendelni Isten akaratának? Lehet, hogy most valamennyien, akik itt vagyunk, azt mondjuk, hogy igen, és nagyon jó. Azonban könnyű-e alárendelni a mi akaratunkat Isten akaratának? Ez a legnagyobb csata, amelyet ember vívhat ezen a földön önmagával. Erre szeretnék egy csodálatos példát hozni. Jézus Krisztus Gecsemáné kerti imája tárja elénk ezt a csatát. Emlékezünk, Jézus Krisztus háromszor imádkozott Gecsemáné kertjében. Miért volt szükség háromszor imádkozni? Jézus Krisztus első imáját hozom. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem-e pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Máté evangélium 26:39. Mit rejt magában ez a rövid ima? Azt, hogy Jézus Krisztus teljes tudattal, meggyőződéssel, hittel, elhatározással azért jött a földre, hogy itt éljen, és cselekedje az Isten akaratát. Azonban, amikor Jézus Krisztus csütörtök este bement tanítványaival a Gecsemáné kertjébe, magára vette az emberiség bűnét, akkor Jézus Krisztus megremegett attól a borzalomtól, hogy a mi bűneink elszakítják őt az Atyától. És így könyörög, Atyám, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem-e pohár. Mit kér Jézus? Uram, add, hogy én ne igyam ki a poharat. Miért jött Jézus? Azért, hogy kiígya. De itt visszariad Jézus Krisztus. És először azt mondja el, ami az ő szíve mélyén van, ha lehet, múljék el tőlem a pohár. De mindjárt hozzáteszi, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Ha olvassuk Jézus Krisztus másik imáját, azt látjuk, hogy másodízben már nem említette a saját akaratát. Csak azt mondta, hogy legyen meg a te akaratod. Kedves jelenlevők, készek vagyunk-e cselekedni az Isten akaratát? Jézus Krisztus addig vívódott, addig imádkozott Atyához, amíg alá nem rendelte az ő akaratát az Atya akaratának. Ez Jézus győzelmének titka. Ez a mi győzelmünk titka is. Tehát amikor bármelyik nap, bármilyen alkalomkor imádkozzuk a mi atyánkot, és odaérünk ehhez a kérelemhez, hogy Atyám, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is, akkor ne felejtsük el mindazt, amit tanultunk ma a Szentírásból. Istenem, segíts meg, hogy az én akaratomat alárendeljem a te akaratodnak. Mert Jézus Krisztus is csak akkor győzött, amikor ezt elérte, és mi is akkor győzünk. Szívem mélyéből kívánom, hogy Isten segítsen meg bennünket, hogy az ő akaratát megértsük, elhiggyük, és gyakoroljuk mindennapi életünkben. Amen.